Moldova, július 26-án. Tíz fürtöt hagytam rajta. És körülbelül 10 fürtöt szedtem le róla. Október 17-e van már. Nagyon jó érett állapotban van. Az előbb kóstoltam, finom, édes. Héja egy picit rágós, mint sok fajtának. Egy vagy két magja van. Abszolút nem zavaró. Nagyon szép, hamvas kék színe van, mint látható. Nem reped, nem rothad, elvétve található egy-egy sérült bogyó. Darazsak, bogarak nem mennek rá, vagy nagyon ritkán. Még mindig hagyható tőkén. Néhány fürtöt azért leszedek róla, de a többivel még várok. Gyönyörű szép idő van. Ma november 6-a van. Néhány fürtöt már leszedtem a Moldováról. Így néznek ki ma. Van egy-két sérült bogyó, de elenyésző a nagy része, továbbra is kemény, jól kapaszkodik, mármint a bogyó a kocsányhoz. Itt ezt a szálvesszőt elvágtam 3 héttel ezelőtt, hogy jobban érjenek ezek a fürtök. Látható, hogy a fürt kocsány és a bogyó kocsány szárad. Koncentrálódik a cukor, nem rothad, szép, egészséges, ugyanakkor nem is töpped még. Tehát ez egy jó késői fajta, ugye ez a két fürt az, aminek a veszője el lett vágva, ez a felső, ez már nem oda tartozik. Így néz ki, amit elvágtam, és így néz ki, amit nem. A kocsányon látható a különbség. Annak ellenére, hogy elszárad a kocsánya, nem engedi el a fürtöt vagy a bogyót. Attól féltem, hogy majd lepottyanik, de nem. Tehát a Moldova. November 6-án. Már november 15-e van. Ezt a 4 fürtöt még fent hagytam a tőkén. Esők is voltak, és ma hajnalban először -1-2 fokot mértem, tehát 1 és 2 fok között volt a hajnali hőmérséklet. Természetesen ez még nem számít. Ilyen enyhe fagynál azért nem fagy még meg a termés. Van már néhány sérült bogyó, de azért mutatnám, hogy a nagy többség nagyon jól tartja magát. Tehát nem pereg, nem potyog, nem száradt el a kocsánya. Teljesen friss, jó állapotban van. Nagyon finom, édes, savas. Kiváló késői szőlő. Ennek a fajtának ez az értéke. Komoly fagyokig fenntartható. Nem rothad, nem bántja semmi. Ez volt a Moldova. December 1-je van. -5 fokot mértem reggel. Ezt a kísérleti
4 fürtöt a Moldováról most fogom leszedni. Nyilvánvaló, hogy nem szabad ennyi ideig tartani, tehát 1-2 mínuszt elvisel a szőlő, ennyit nem, tehát nyilván megfagyott. Ennek ellenére elég jól tartja magát. Érzem, hogy van már néhány puha bogyó, tehát nyilvánvalóan fagykát szenvedett a termés. De akkor is nekem ez a legkésőbbi fajtám, és azt szerettem volna csak mutatni, hogy ez a szőlő tényleg a fagyokig tőkén tartható. És most ez az időszak bekövetkezett, tehát tovább már nyilván nem várok vele. Leszedem és megesszük, meg is kóstolom. Nagyon finom. Édes, nagyon jó kis cukortartama alakult ki, volt rá ideje. Hát ez a Moldova. December 1-én.